A finisher, vagy magyarul nevezzük pörgetőnek, egy rövid, intenzív és rendszerint élvezetes része az edzés végének. Az online edzés programjaimban mindig szerepelnek fő gyakorlatok, amiken hetekig dolgozunk, és a pörgetőkkel szoktam megtörni a monotóniát, itt nagyobb mozgásterünk van. Íme két variáció, amivel mostanában kísérletezem. A cél extra munkára fogni a felsőtest izmait és egy kellemes bedurranást elérni. Az egyik a tolóizmokra fókuszál, mell, triceps, váll, a másik a húzóizmokra, hát, biceps, szintén váll. A toló verzió fekvőtámaszból és katonai nyomásból áll. Piramisban végezzük el, 1, 2, 3, 4, 5, stb. Ismétlés, felmegyünk, ameddig szabályosan megy, majd miután elértük a csúcsot, visszaereszkedünk egy ismétlési. Például, ha 8 ismétlés a csúcs, akkor onnan megyünk vissza 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Felváltva végezzük a két gyakorlatot. Tehát egy fekvőtámasz plusz egy katonai nyomás. El lehet végezni dupla kettlebell-lel is, vagy ha egyel csinálod, akkor oldalanként. Majd 2 fekvőtámasz, 2 katonai nyomás, pihenő. 3 fekvőtámasz, 3 katonai nyomás, pihenő, és így tovább. Menj fel, ameddig bírsz. Az elején megtévesztően könnyű, de hamar keményé válik. A húzó verzió ugyanez a módszer, csak más gyakorlatok. Invertált evezésből és biceps hajlításból áll. A biceps hajlítás egyszerű, fogd meg két kézzel a kettlebell fülét és kész, hajlíthatod is akarod, vagy használhatsz egy törölközőt hozzá, én jobban szeretem ezt a verziót. A végére érezni fogod, hogy milyen izmok dolgoznak. Ha pedig szeretnél szintet lépni a kettlebell edzésben és online együtt dolgozni velem, akkor keresd fel a spartaikiképzés.hu oldalt. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!